Apró népek az egri menhely új telephelyén. Két hónaposak múltak, és ha szerencséjük van, nem sokáig vendégeskednek a város határában felépült kennel soron. Az állatokat védjük együtt alapítvány és Eger Menedék Alapítvány védenceit egy hónappal ezelőtt kezdték átköltöztetni, fokozatosan. Ma már minden egykor a Szövetkezet utcai kis helyen nyomorgó védenc a külterületen felépült 50 kennellel rendelkező menhelyen van. A területet az önkormányzat biztosította, az építkezésben vállalkozók, adományozók segítettek. Számolt be a költözésről Társi Dia, a menhely egyik vezetője a TV Eger Stúdió című magazinjában. Bőven van mit csinálni, mert hogy még a vízátvezetés az nem 100%-osan van meg, illetve a folyamatban van itt a szennyvízelvezetéstől kezdve ugye az áram átvezetése, tehát azért komoly munkálatokra lesz még szükség. Szeretnének még egy téli melegedőt, öltözőt is felállítani, ahol a munkatársak és az önkéntesek átöltözhetnének, tisztálkodhatnának. De továbbra is szükség van szőnyegekre, rongyokra és az állatok etetéséhez, gyógykezeléséhez támogatásokra, hangzott el. A tervek között szerepel egy macska részleg kialakítása is. Bíró Marianna, menhely másik vezetője hangsúlyozta, folyamatosan várják önkéntesek segítségét és főként leendő gazdik jelentkezését.